Most tehát az évkezdés feladatairól beszélgetünk. Köszöntöm a stúdiónkban Bebesi Józsefnét, a Ramazetter általános iskola igazgatónőjét. Köszönöm szépen én is a meghívást, a televízió érdeklődését, mindig örömmel jövünk. Igazgatónő, hogyan indult az idei tanév? Túl vannak most már néhány tanítási napon. Igen, hát ha a számok nyelvére akarnám lefordítani, akkor mondhatnám azt, hogy 304 nap van vissza a nyári szünetig mindenestül, és gyakorlatilag 176 tanítási nap, de ez tényleg csak a számok humoros nyelve. Megtettük az előkészítő munkálatokat, éppen szervezzük a szakköröket, a sportfoglalkozásokat, tehát a délelőtt menetrendjét már tudjuk, a délután most formálódik, és még munkás ez az időszak nagyon. Van egy mottójuk az idei tanévre vonatkozóan. Igen, szívesen megosztom, az alsó tagozatos fali újságon fedeztem fel. Tulajdonképpen ez egy recept az új tanévhez. Hozzávalók, egy csésze együttműködés, egy csésze jó kapcsolat, egy pohár tréfa és barátság, egy bögre találékonyság, egy nagy kupa figyelem és akarat, és egy ugyanekkora kupa fegyelmezettség. És ehhez a recepthez a jó tanács, ezeket össze kell keverni, és élvezni a munka gyümölcsét. Most így, ahogy olvasta a hozzávalókat, azt hiszem, hogy a Ramazetter iskola erőssége éppen ezekben az apró kis részletekben rejlik. Igen, hát bízunk benne, hogyha ezt a kívülállók is így látják, mi mindenképp arra törekszünk, hogy ezt belsőleg így éljük meg. Igazgatónő, híradónkban beszámoltunk nézőinknek az iskola nyári karbantartásairól, a felújítási munkákról. Most ez volt az első olyan időszak, az első olyan év, amikor nem az önkormányzatra számíthattak ebben a munkában, hanem ugye a klikhez, a fenntartóhoz kellett fordulni a különböző kérésekkel. Hogyan zajlott, hogyan szerveződött, hogyan alakult így? Tulajdonképpen a tavasz vége fele végig gondoltuk, hogy milyen karbantartási munkáratokra lenne szükség, természetesen az anyagi fedezet függvényében, és akkor már tudtuk, hogy a vizes blokkok felújítása mindenképp belekerül, illetve kértük, hogy hagyományoknak megfelelően mindig a leendő elsős osztályainkat újítsa fel a fenntartó működtető, jelen esetben a Balatonfüredi Tankerületi Központ. Ebben meg is állapodtunk, beköltségeltük még a lift karbantartását is, és ehhez képest jött egy nem várt esemény, már a tanév vége fele, amikor az új épület szárnyunk, amit a kicsik használnak, szennyvízelvezető rendszere teljesen felmondta a szolgálatot, és hosszas előkészítő munka után, hogy mentsük a rekordtán borítású pályánkat, ne azt kelljen felszedni és visszaállítani sokkal nagyobb összegért, kitaláltak a hozzáértők egy jó megoldást, és tulajdonképpen szeptember 1-ére, mire a gyerekek megérkeztek, nyilván ez egy sok millió forintos beruházás volt, de a szennyvízelvezető rendszerünk, sőt vele együtt az esővízelvezető rendszer is megújult. És éppen be is fejeződtek a munkálatok, mire a tanév kezdődött. Igen. A szülőknek óriási segítséget jelentett, hogy az idén ingyenesen jutottak a gyerekek a tankönyvekhez. Ez hogyan történt? Hát tulajdonképpen a tankönyvrendelés még a régi formában ment, tehát amikor azt tudtuk, hogy az első ötödikes gyerekeink kapják alanyi jogon ingyen a tankönyveket, de hát minden jó hír, nem várt öröm. Tehát tulajdonképpen, mikor júniusban megjelent a rendelet, hogy minden általános iskolás tanuló és még a 9. évfolyamosok is a középiskolában ingyenes tankönyvesek lesznek, akkor ezt gyorsan mi is reklámoztuk. Hát visszajelzés egyértelműen pozitív, mert egy hetedikes könyv, egy nyolcadikos könyv az 20 000 forintba került volna. Így most az első másodikosainknak már nem is tartós könyvük van, illetve az alsós gyerekeink tankönyveit nem vesszük vissza, tehát ők abba dolgozhatnak, úgynevezett munkáltató tankönyvek. A 5-től 8-ig viszont, mivel még nem tudjuk, hogy hogy lesz a következő év, most egyelőre úgy gondolkodunk, hogy a tankönyveiket azt könyvtári használatra kapták meg erre a tanévre, és visszagyűjtjük, de semmiképp sem kellett érte fizetni. Talán így még jobban is vigyáznak a diákok a tankönyvekre. Szó esett a híradásunkban arról a sikeres pályázatról is, amellyel az iskola büszkélkedhet, ugye több mint 50 millió forintot nyertek. Mikorra várható ennek a pályázatnak a megvalósítása, a lebonyolítása, ezt a tanévet érinti-e? Még az ütemtervet pontosan nem ismerjük, csak a végső dátumot, az 2018. október 1-e. Tehát addigra mindennek a helyén kell lennie. Most nagy valószínűséggel érinti úgy a tanév szorgalmi időszakát, mert a nyári idő nem lenne elég a beruházásra.
hogy nem tudjuk használni majd az úgynevezett kék tornatermet és az öltözőinket, de a kollégák erről tudnak, a szülőket nyilván időben erről tájékoztatjuk, és itt a cél lesz a fontos, hogy jövő évben viszont megszépülve, teljesen megújulva vehetjük újra igénybe. Tehát ahogy lesz az ütemterv, mi ahhoz alkalmazkodni fogunk. Tehát minden bizonnyal okoz egy kis kényelmetlenséget, hát az eredmény az pedig kárpótol mindenkit. Igen. Két új pályázaton is dolgoznak, igazgatónő, ossza meg ezt is, legyen kedves nézőinkkel. Igen, szintén a tankerületi központunk pályázhat, ugyancsak ilyen EFOP-os pályázatokra, ez az emberi erőforrás operatív programjának a két kiírása. Az egyik pályázatunk már úgy mondhatni egyenesben van, hogy azt előkészítettük augusztusban, és be is adta a tankerület. Ez a pályaorientációról szól. Tehát nagyon fontosnak érezzük mi is, egyik kiemelt területe a munkánknak, de elsősorban 7.-8. osztályban, hogy mi leszek, ha nagy leszek, viszont ez a pályázat most 5-től 8-ig fókuszál a különböző szakmákra, és ennek készült el a járási szintű, tehát itt tulajdonképpen a sümegjárás iskolái gimnáziumunk és a másik három általános iskola vesz ebben részt a járási szintű kimunkálása. A nyertes pályázat esetén ez két évre szól, naptári évre, tehát 2018. januárjától kezdődnek a programok, és 2019. decemberében zárunk. A felső tagozatunk minden tanulója, bevont tanuló lesz, illetve 12 pedagógusunk. Nagyon-nagyon jó kis programokkal, ebben a teljesség igénye nélkül említeném, hogy például önismereti tréning lesz a gyerekeknek, tehát csupa olyan dolgot terveztünk be, aminek eddig a hiányát éreztük, és természetesen vannak benne olyan dolgok is, amit eddig is csináltunk, és jónak tartjuk, tehát örömmel vállaljuk a pályázat keretén belül is. És van egy másik pályázat is, amely most a közeljövőben kerül lenyújtásra. Ezen a pályázaton pedig, hát éppen most is onnan jöttem, tulajdonképpen az íróasztaltól álltam fel, mert holnap lesz az előmunkálatok beadási határideje. Ez pedig arról szól, hogy látva, hogy a szülőknek tulajdonképpen egy naptári évben 15 hét az, amikor a gyerekekről a családon belül kell gondoskodni, őszi szünet és egyéb, vagy éppen a nyári szünet. Tehát kísérleti jellegű ez a pályázat. Megpróbálják velünk kipróbálni, tehát itt most a Balatonfüredi Tankerületi Központ általános iskolái lesznek ennek a kísérleti programnak a kipróbálói, hogy június 3. és 4. hetére napközis táborokat, illetve bentlakásos tábort szervezünk. Nyilván ennek megvannak a keretei, hogy kiket tudunk bevonni melyik évfolyamról. És ennek egy másik pályázat már kidolgozta a programját, tehát van 11 témamodul, amiből lehet a gyerekeknek választani. Itt még magasabb számról számolhatok be, hisz itt gyakorlatilag elsőtől valamilyen formában részese lesz a gyermek ennek a két évnek. Tehát a 18-as 3. 4. hét és a 19-es 3. 4. hét esik ebbe bele, és épp kiszámoltuk, hogy 22 pedagógus tervezünk bevonni, akik táboroztatják majd a gyerekeket. Nyilván a napközis tábor helyben a bentlakásosról még egyelőre helyileg nincs információnk. A szülőknek ez teljesen ingyenes lesz, térítésmentes, tehát a gyermek négyszeri étkezéséhez ragaszkodni kell, és ragaszkodni is fogunk a napközis tábor esetében. A bentlakásos meg arról szól, hogy utazás, szállás, ötszöri étkezés, és hát azok a nagyon jó programok, amit a kollégák megvalósítanak. Igazgatónő a tanévnyitó köszöntőjében külön is kiemelte azokat a partneri együttműködéseket, amelyek az idei esztendőben különösen a sportterén jelentkeznek. Melyek ezek és mit jelentenek ezek az iskola életében? Igen, hát már a tanév záró beszédre utalnék vissza, hogy akkor is szerencsére egy egész fejezetet tudtam szentelni a sport kapcsolatainknak és a sportolási lehetőségeinknek. A meglévő jó hagyományokat tovább szeretnénk ápolni, tehát most is hirdetjük a gyerekeknek azokat a sportági kínálatokat, amit eddig megtettünk, illetve az egyesületi együttműködés is realizálódik, tehát változatlanul a úgynevezett látványsportok terén. Nálunk az iskolában három van jelen, tehát a kézilabda, akkor a fiú vonalon a Telekom Veszprém támogatásával,
a lányainkat pedig a Sümegvárosi Sportegyesület kézilabda szakosztálya fogja támogatni szakmailag, illetőleg hát nyilván az edzők esetében ez anyagilag is így valósul meg. A foci, a futball, a szeretett futball az a Bozsik programon keresztül, tehát csatlakoztunk a Bozsik intézményi programhoz most is, illetve a legnagyobb hagyományú sportágunk, a röplabda, szintén egyesületi és intézményi összefogással valósul meg. Ott nyilván majd azok a szakemberek beszámolnak a térséget érintő változásról önöknek, akik ezen dolgoztak, tehát hogy itt csak ezt tényleg egy fél mondattal említem meg, részese voltam a tájékoztatásnak, hogy a Sümeg-Dabronci Röplabda Egyesület veszi kézbe gyakorlatilag az utánpótlást a térségben, tehát mi ehhez alkalmazkodunk örömmel. A gyerekeink, az 5., 6., 7., 8. gyerekek szinte párhuzamban lesznek részesei az iskola, a fenntartó által és a Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpiai programoknak, és mint igazolt játékosok neveznek a gyermekbajnokságba, tehát az utánpótlás, az egyesület utánpótlásaként. És amit szintén örömmel kiáltunk világgá, hogy még egy sportág, a sportok királynőjeként emlegetett atlétika is. Itt van most már az iskolánkban, hiszen a Vedaccal kötünk majd a Veszprémi Egyesülettel egy együttműködési megállapodást. Eddig is voltak atlétika edzéseink, ezt a kínálatot szeretnénk bővíteni, és amiben ők tudnak segíteni, az a versenyekre jutás. Tehát a gyerekeknek azon túl, hogy edzenek, akik tehetségesek, méressenek is meg a társaikkal együtt, és éppen most szeretettel invitálom a tévét is, hogyha tud jönni, pénteken 2 órától a Városi Sportpályán a Vedac szervezésében a térségnek korosztálytól függetlenül, tehát 1-től 8-ig egy 4 versenyágas nagy megmérettetés lesz, megmutatja magát az atlétikai Sümegen. Igazgatónő, sokat tudnánk még beszélgetni az idei tanév feladatairól, de majd menet közben érintünk minden fontos témát. Egy összegző kérdést szeretnék, illetve a kérdésre választ kérni öntől. Milyen tanévre számít? Hát így, ahogy a pályázatokat említettük, így tulajdonképpen mozgalmas lesz, de nagyon bizakodásra okot adó. Tulajdonképpen a stabilitást az fogja adni, hogy most már a szervezeti változáson túl vagyunk, ehhez fogjuk hozzáigazítani, illetve már részben hozzáigazítottuk az alapdokumentumainkat, tehát egy háttérmunkálat zajlik. Tehát ahogy a beszámolóban is megfogalmaztuk, egy hagyományokat tovább vivő és az újításra kész tanévnek nézünk elébe. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a megtisztelő figyelmet.